ismerhetőek kevés ember számára. Arról meg aztán végképp keveset tudunk, hogyha megkötjük, akkor milyen következményei lesznek. Viszont az aggasztó jelek azok már érkeznek. Egy kicsit utazunk vissza az időben. 94 volt, amikor a NAFTA-t megkötötték. Ez az USA-nak, a Kanadának és Mexikónak volt az egyezménye. És annak idején nagyon hasonló viták mentek erről a kérdésről, és azt ígérték Mexikónak, hogy nagyon jól fog járni ezzel az egyezménnyel. Na most gyakorlatilag azt látjuk, hogy a 94-ben életbe lépett ez az egyezmény, és 20 év alatt nem sikerült Mexikót fölzárkóztatni. Az ország 2012-es szegénységi rátája megegyezik az 1994-essel, a munkanélküliség 2013-ban nagyobb, mint 94-ben, és egyébként egy tanulmányban kimutatják azt is, hogyha a 80-as évek előtti gazdasági növekedési rátát vitték volna tovább a következő időszakban, és ez maradt volna meg 94 és 2012 között, akkor Mexikó egy magas jövedelmű ország lenne. Ez azért érdekes, mert hogy van ez az érvelés, amely szerint a szabadkereskedelem, mint olyan, az önmagában hasznot hoz, ez egyáltalán nem igaz. Tudományos tények sokkal inkább arról szólnak, hogy akik a periférián vannak, azok ott is maradnak. És ez a kábítás megy most már évtizedek óta, és akárhány kérdésről van szó, lehet CETA, NAFTA, TTIP, bármi, gyakorlatilag politikusok abszolút ugyanazt a kottát fújják, és a legfontosabb politika azért kérte azt, hogy ez az egyezmény, ez itt téma lehessen a magyar parlamentben, mert üdítő változatosságnak érezzük azokat az érveket hallgatni, amik nem egy teljesen bukott 20. századi világnézeten alapulnak, hanem olyan politikusok beszélnek olyan kérdésekről, amelyek gyakorlatilag zsákutcába viszik úgy Magyarországot, mint az egész Európai Uniót, és nagyon sok amerikai polgárnak is egyébként főfájást fognak okozni, de munkanélküliséget az biztos. De egyébként menjünk egy kicsit mélyebbre ebben a történetben, mert a CETA és a TTIP nem is csak egy szimpla szabadkereskedelmi egyezmény. Ugye a szabadkereskedelmi egyezményeknél az egy megszokott történet, hogy a vámokat kölcsönösen csökkentik, és így megkönnyíti kölcsönösen egymásnak a piacra jutást. Na most ezekben az egyezményekben, a CETA-ban is, és a TTIP-ben is szabályozás, harmonizációról van szó. A jogszolgáltatásnak a privatizálásáról van szó, és az intellektuális jogokat és érintő kérdésekről van szó. Tehát ha valaki még hisz is a szabadkereskedelmi egyezményekben, és azt gondolja, hogy ha TTIP-ről beszélgetünk, akkor minket meggyőzhet arról, hogy ez jó, mert ez egy szabadkereskedelmi egyezmény, annak az embernek, vagy annak a szervezetnek én azt tudom mondani, hogy nézze meg, hogy ez a TTIP igazából mennyivel több, mint egy nettó szabadkereskedelmi egyezmény. A lehet más a politikának az az alapvető álláspontja ezekben a kérdésekben, hogyha van egy közösség, akkor ennek a közösségnek a természeti erőforrások felett magának kell rendelkeznie, és egy nemzeti kormány soha semmilyen körülmények között nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy átengedje a döntésnek a jogát egy cégnek vagy egy cégcsoportnak. A nemzeti kormánynak egy ilyen helyzetben annyira erősnek kell lenni, hogy minden egyes polgárának a biztonságát tudja szavatolni. És az a rossz hírem van önöknek, hogy az európai nemzeti kormányok már most nincsenek ilyen helyzetben. Előbb két percesben felszólaltam, és elmondtam, hogy már maga az a tény, hogy mennek a tárgyalások a szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban. Ez gyakorlatilag rossz hatással van az európai polgároknak az egészségére. És hoztam példának azt a brutális helyzetet, amelyben a hormon rendszer bizonyos tudományos tények szerint károsító anyagok azért vannak még az európai közösségben forgalomban, mert kiszivárgottak a levelek, amik arról szólnak, hogy a bizottság attól tart, hogy ha ezeket most betiltja, akkor ez veszélyezteti a transzatlanti egyezménynek a jövőjét. Ez azért nagyon fontos, mert önök, és én nagyon vártam ezt a mai napot, hogy lássam, hogy ki hogyan gondolkodik erről a kérdésről. És én azt látom, hogy a Fidesz most felvette egy olyan pozíciót, ami arról szól, hogy rendben, beszéljen róla a magyar parlament, akár szavazzon is róla, de hát alapvetően azért itt még ebből valami jó is jöhet nekünk, és hát értsük már meg, Magyarország egy kicsi nyitott ország, és szükségünk van az exportra, és meg kell vizsgálnunk ezt a lehetőséget. Na most ez az a kalmár szemlélet, amit nem lehet itt alkalmazni, és szeretném önöknek fölhívni a figyelmét arra, hogy már most sérülnek az alapvető jogaink, az egészséghez való jogunk azért, mert ezek a tárgyalások mennek. És azt gondolom, hogy még a helyzet annál is rosszabb, mint amit előbb vázoltam, mert egy ilyen TTIP, vagy akár egy CETA, az alapvetően a demokráciának is a válságát is jelenti, mert itt arról van szó, hogy az államok itt már nem a saját akaratukból, és nem az állampolgáraikat képviselve hoznak döntéseket,
hanem gyakorlatilag multinacionális vállalatoknak az érdekeit követik, mert kiszolgáltatják magukat és a polgáraikat ezeknek a cég érdekeknek. Én nagyon szeretem a science fiction filmeket, és régi félelmem az, hogy egy olyan világba fogunk belenőni, ahol vannak hatalmas nagy multinacionális cégek, akik foglalkoztatnak íbérér embereket, és ők határozzák meg, hogy a világ merre megy tovább. És ha valaki ezt a műfajt szereti, akkor ezt az utópiát ismeri, és pontosan ezt fedezi föl ezekben az egyezményekben. És akkor hadd mondjak önöknek néhány példát, hogy mennyire nem csak science fictionről van itt szó, hanem ez a lappangvai, de beszivárgó történet, ez mennyire egy reális fenyegetés így a jövőre nézve. Kérdezzék meg Kanadát. Ugye sok szó esett itt arról, hogy a választott bíróságok fognak működni, és gyakorlatilag egy nemzetállam, hogyha meg akarja védeni a polgárait, akkor egy multi beperelheti, és akkor egy választott bíróság fogja eldönteni, hogy kinek van igaza, az országnak vagy a multinak. Na most akkor szeretném elmondani önöknek, hogy Kanada például többször került már a naftával, már az itt említett naftával kapcsolatban teljesen abszurd helyzetbe. 89-ben volt az, hogy Kanada nagyon helyesen aláírta a bázeli egyezményt, ami a veszélyes hulladékok kezeléséről és szállításáról szól. És annak érdekében, hogy ezt a nemzetközi egyezményt, ezt az ország be tudja tartani, a kanadai környezetvédelmi miniszter egy átmeneti rendeletben megtiltotta egy bizonyos anyagnak az exportját. Na most ez egy cégnek az üzleti érdekét sértette, és pert indított a kanadai állam ellen, és azt nézem, hogy Kanadát 6 millió kanadai dollár megfizetésére kötelezték, azért, mert a cégnek az üzleti érdekeit sértette. De van itt még abszurd példa, 2007-ben történt, Kanada megint vesztett, mert az olajkitermeléstől felhasznált termékek egy részét helyi termelőtől akarta beszerezni, és ez az Exxon Mobilnak az érdekeit sértette. Hopp, kifizettek egy nagy rakás pénzt, miért is? Azért, mert a helyi termelőket kívánták előnyben részesíteni, és ez egy multinacionális vállalatnak nem tetszett. De az egyik legbrutálisabb példa az egyébként Mexikóban volt megfigyelhető. Ott észrevették, hogy van egy olyan magas cukortartalmú szirup, ami hozzájárul ahhoz, hogy elhízzanak a mexikói emberek, és szerette volna a mexikói kormány, hogy jobb egészségnek örvendjenek a mexikói polgárok, és ezért szabályozni kívánta egy bizonyos szirupnak a forgalmazását Mexikóban. Mexikó pert vesztett, a cég beperelte Mexikót, Mexikó pert vesztett, 72 millió eurót nyertek Mexikótól a cég. Szóval azt gondolom, hogy ha ezeket a történeteket nézzük és látjuk, akkor teljesen világos az, hogy az országoknak ilyen hatalmas cégcsoportokkal szemben nulla, gyakorlatilag nulla érdekérvényesítő képessége lesz, hogyha önök itt mennek tovább az úton. Emlékszem még Németh Zsolt úrnak a főszólására, ő egy kicsit ilyen, nem tudom, álmodozóan beszélt a TTIP világról, hát ez a TTIP világ, erről beszélünk. És én azt gondolom, hogy egy olyan kormánynak, amely a nemzeti szuverenitást tűzte az zászlajára, és arról beszélt a magyar polgároknak, hogy tiszteletet a magyaroknak, és arról beszél, hogy a nemzeti tőkeképző képességet kell megerősíteni, nem küldheti be ide a minisztert, se az államtitkárt, és mondhatja azt, hogy kicsi nyitott gazdaság vagyunk, és azért menjünk tovább, és még tárgyalgassunk. Az önök pozíciójában egy korrekt magatartás van, hogyha azt mondják, hogy Magyarország nem adja a felhatalmazását ahhoz, hogy így szórakozzanak az egészségünkkel, a munkahelyeinkkel és minden másunkkal, ami van. És azért itt hadd címezzek egy kritikát a kormányon túl még számos más európai aktornak, mert azért látni kell, hogy van itt még probléma a rendszerben. Ugye Cecilia Malmström, kereskedelmi biztos asszony úgy reagált a Greenpeace-re, amikor ugye kiszivárogtak a dokumentumok, egy kicsit azért erről még beszélünk, hogy mit szivárogtak ki, meg mik kerültek ki, hogyan, hogy vihar egy pohárban. Ugye ez az a kereskedelmi biztos, aki azt mondta, hogy ő a mandátumát nem is az európai emberektől kapta. Viszont itt vannak például a németek is. A német kormány szóvivője úgy reagált, hogy Németország alapvető érdeke a szabadkereskedelem a transatlanti térségben. Ennél minél hamarabb le kell zárni az EU és az Egyesült Államok tárgyalásait a szabadkereskedelmi övezetről szóló szerződésről. Ugyanebben az időszakban az USA kormánya érdemben nem reagált, és a magyar kormány sem szólalt meg ekkor ebben a kérdésben. Ugye mik szivárogtak ki? Hát gyakorlatilag a Greenpeace-nek sikerült olyan anyagokat kihozni, mert ezért tényleg egy ősi európai vívmányunk itt az átláthatóság. Azért azt látni kell, hogy már a tárgyalások alatt sárba tiporják ezt az ősi európai hagyományt, ezt nem tudom másnak nevezni. Az egész Európai Uniónak az alapgondolata az az átláthatóság, mint olyan.
Ez az egész egyezmény kapcsán gyakorlatilag sehol nincsen képviselve. Na, mindenesetre szerencsére vannak még civilek, akik nem féltik se magukat, se a pozíciójukat és semmiüket, és nincsenek senkinek a zsebében, és kiszivárogtattak anyagokat. Hát ebből tudjuk, ezekből a kiszivárgott anyagokból, hogy megszűnne az elővigyázatosság elve. Na most mi ez az elővigyázatosság elve? Itt Európában mi ahhoz vagyunk szokva, hogy először megnézzük, hogy egy anyag káros-e az egészségre, és utána dobjuk piacra. Amerikában ezt fordítva csinálják, piacra lehet jutni, és utána bizonyítsuk be, hogyha valami árt. Hát ez lenne itthon is. Ez pont a fordítottja annak, mint ami az európai polgároknak az érdeke. Ha a civilek nem szerzik meg ezt a dokumentumot, a magyar parlament nem tud erről beszélni, mert a miniszter úr se, senki a magyar kormányból nem jött ide hozzánk és mondta azt, hogy fölháborítónak tartjuk, hogy Magyarországra egy ilyent rákényszerítsenek, üzenjük Brüsszelnek, tiszteletet a magyaroknak, stb., és nem támogatjuk a TTIP-et. És már miniszter tudja, hogy miről van szó, ennek ellenére most itt önök már Washingtonnak üzengetnének, nem kell sehova üzenni. Egyszerűen csak menjenek oda és mondják azt, hogy köszönik, Magyarország ebből nem kér. Ez az egy korrekt hozzáállás van a magyar kormány részéről. De más is volt ebben a dokumentumban. Ugye gyakorlatilag az világosan kiderült, hogy a civilek minimális lehetőséget kaptak betekinteni a tárgyalásokba, de azt is megtudhattuk, hogy a nagyipar masszívan ott van és befolyásol. Hát nemrég ebben a jelentésben gyakorlatilag az EU csupán egyszeri minimális beleszólást említ a nagyipar részéről. Na most ezekben a kiszivárdó dokumentumban számos helyen nyíltan utalnak arra, hogy a tárgyalásokba bevonták a nagyvállalatokat, illetve hogy nagy szükség van a velük való további konzultációra. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy olyan szivárgás vagy kiszivárgott anyag, ami önmagában azt kellene, hogy eredményezzen, hogy önök itt elálljanak mindenfajta együttműködéstől. És egy dolgot még szeretnék letisztázni önökkel, hogy az nekem nem teljesen világos, továbbra sem, hogy mi lesz az a tárgyalási pont, amikor önök azt mondják, hogy nincsen tovább. Én szerintem most van az, tehát most van az, amikor azt kellene mondani, hogy a magyar kormány ebben nem vesz részt. De ha még vannak kétségeik, akkor vegyék kezükbe az európai gazdálkodók kisemmizése, a TTIP veszélye az európai mezőgazdasági termelőkre című jelentést. És ebben egyértelműen leírják azt a szakemberek, hogy az európai mezőgazdaság hozzájárulása az uniós GDP-hez akár majdnem 1%-kal, tehát 0,8%-kal is csökkenhet, az amerikaiak viszont csaknem 2%-at nyernek. Ez azt jelenti, hogy nettó 4 milliárd euró kereskedelmi hasznot így átcsoportosítunk innen-oda. Erről mi lemondunk, és ők megkapják. Én szeretnék egy valamit kiemelni, mert azt gondolom, hogy Magyarország, tehát milyen egyetértek Salai Róbert Bendekkel abban is, hogy Magyarország alapvetően egy mezőgazdasági ország, és ebből nagyon sokat ki tudnánk hozni, hogyha végre egy erre alkalmas kormányunk lenne. És a jelentés szerint egész mezőgazdasági szektorok, mint például a legeltető szarvasmarha tartás, veszélybe kerülnének az egyezménynek a hatására. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának az előrejelzései szerint az európai gazdálkodóknak fizetett átvételi árak minden élelmiszer kategóriában csökkenni fognak. És ami a tényleg érdekes ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag az USA-nak a mezőgazdasági minisztériuma ugyanazt mondja, mint önöknek a század vége, amit mondott, akik előrejelezték a vágott húsok, a kukorica, az alacsony kategóriájú boroknak a versenyhátrányát abban az esetben, hogyha a TTIP életbe lép. Ha nekem nem hisznek, higgyenek a század végnek. Leírták világosan. Leírták az amerikaiak is, leírták a civilek is. A kérdés az, hogy önök még miért akarnak tárgyalni.